A magyar koronáról készült videóm olyan heves indulatokat váltott ki, hogy fenyegetéseket is kaptam, hatóságukkal való fenyegetést, és mindemellett jogi fenyegetéseket is. És én mondtam, hogy hát én kíváncsian várom ezeket a, ezeket a hivatalos leveleket, kíváncsian várom azt, hogy mi lesz az idézés tárgya, vagy hogy milyen törvényt sértettem meg én ezzel a videóval. Ha bármi ilyen és elszasoló történne, akkor én természetesen azonnal beszámolok majd nektek róla. Kíváncsian várom! Várom a történéseket, de sajnos az a tapasztalatom, hogy úgy sem fog történni semmi, mert ez mind-mind csak indulat és düh, amit a magyar koronáról alkotott véleményem váltott ki. Ugye az én véleményem az az volt, mint amit a független szakértők is elfogadnak, csak az elfogult magyar történészek és művészettörténészek nem értenek ezzel egyet. Ugye az én véleményem az az volt, hogy a Szent István legenda az, az kis egy hazugság, és egy magyar király írta bele, mi magyarok írtuk bele a történelmünkbe, egy magyar király írta bele a történelemben megrendelésre, azért, hogy, hogy önmagát az egyház felé helyezze, és ez volt sokak szerint az én magyar ellenes, magyar gyűlölő véleményem ebben a témában. A videó egyes szakaszaiban azt gondolhatjátok majd, legalábbis most magamból indulok ki, hogy hogy lehet az, hogy a videónk alanya több egyetemen is tanított, több főiskolán is tanított, hogy kaphatott ő Ficzi József díjat, hogy kaphatott ő magyar örökség díjat, és hogy kaphatott ő, idézem, a Magyar Művészeti Akadémia életműdíjában 2016-ban Papp Gábor magyar örökség díjas művészettörténész részesült. Gazdag írói, iskolateremtő, televíziós munkásságáért, és itt jön a lényeg, a népművészet és a magyar ősműveltség gyökereinek a kutatásáért. Hogy kaphatta meg a tanár úr ezeket a díjakat? Nem értem, és azért nem értem, mert az az ember, aki egy ingával beszélget a koronával, és aki úgy hiszi, hogy a Szent Korona, a Magyar Szent Korona válaszolt neki a kérdéseire egy ingán keresztül, a, aki, aki egy ingával beszélget a koronával, egy ilyen áltudományos alapokon működő személyt, hogy jutalmazhat az MMA, a Magyar Művészeti Akadémia egy életműdíjal? Persze tudom, hogy nem ezért kapta pontosan a díjat, hanem mint azt itt is lehet olvasni, a népművészet és a magyar ősműveltség gyökereinek a kutatásáért, nem a magyar szent koronával való beszélgetésért, én, én ezt értem, viszont nekem, nekem ez a kettőség, ez, ez nagyon nem fér össze. Nem fér össze az áltudomány és a, és, és a Magyar Művészeti Akadémia. És most lehet, hogy sokan azt veszik majd ki a szavaimból, hogy én irigy vagyok Papp Gáborra ezekért a díjakért, viszont nem. Nekem csak nem fér össze ez a kettőség. Nekem ez a két dolog egyáltalán nem kapcsolódik egymással, de de tudom, hogy a világ az, világ az így működik lehet, hogy ez csak nekem furcsa. Szóval, mint azt látjátok, nem egy, nem egy Tamásról van szó, aki járja az országot az előadásaival, és azt hirdeti, hogy közel 160 találmánya van, viszont, a, viszont ezek a találmányok egyik befektetőt se érdeklik. Nem, itt, itt egy teljesen más szintről van szó. Pap Gábor, mondhatom azt, hogy egy elismert történész hisz ezekkel a díjakkal őt, őt mondhatni azt, hogy elismerték, és hitelt adtak az ő szavának ezekkel a díjakkal. Hogyha valaki esetleg most rákeresne a neten papgábor nevére, akkor azt látná, hogy Hát egy elismert művészettörténészről van szó, biztos, hogy igaz, amit mond, mert, a, mert az MMA őt egy életműdíja jutalmazta. Hát viszont sajnos nem, ugyanis papgábor gondolatai Inkább áltudományosak, mint sem tudományosak. Először is szeretném azt leszögezni, hogy ez nem egy elfogult, ez nem egy elvakult vélemény, és én most nem azt mondom, hogy Pap Gábor mennyire egy buta ember, mert, mert ezt, ezt nem így gondolom. Sőt, ahogy az utóbbi napokban így, így hallgattam az előadásait, arra kellett rájönnöm, hogy Pap Gábornak olyan lexikális tudása van, ami nekem biztos, hogy soha nem lesz. Pontosan ismeri a dátumokat, akár még hónapra pontosan, ismeri az eseményeket, tudja a hozzájuk kapcsolódó neveket. Tényleg a lexikális tudása az nagyon ott van fejben, még, még 84 évesen is nagyon ott van fejben Pap Gábor tanárúr. Viszont, viszont logikai, kritikus gondolkodásban olyannyira elfogult, hogy arra nincsenek szavak. Ha valaki esetleg most idebukkant erre a videóra, akkor úgy tudnám összefoglalni azt, hogy miről lesz szó nagy általánosságban, miről lesz szó ebben a videóban, hogy ezután a videó után érezni fogjátok és tudni fogjátok azt, érteni fogjátok azt, hogy mit jelent az, hogyha valaki, hogyha valaki rébuszokban beszél. Látni fogjátok azt, hogyha valaki okosan beszél dolgokról, és idegen szavakat használ, amiket te soha az életben nem hallottál, és már bár hülyének érzed magad azért, amiért nem érted, hogy mit mond, az nem a te hibád. Szándékosan úgy van megfogalmazva, hogy ne is értsd mindazt, amit mond, és persze elhidd azt, amit mond. Attól, mert valaki rendszeresen használja a mondataiban megerősítésként a, a tények és a bizonyítékok szavakat, hát ezek tények, ezek bizonyítékok, attól még nem biztos, hogy azok. Egy látszólag okos ember szavát is érdemes, megkérdőjelezni és nem elhinni mindazt, amit mond, mert simán lehet, hogy alapvető téziseket nem lát és nem vesz észre, simán lehet, hogy ő a kéket is pirosnak látja. És ezért is nagyon fontos a kritikus gondolkodás, mert bármennyire is okosnak tűnik egy ember, és bármennyire is el tudja magát adni a közönségnek, attól még nem biztos, hogy az. A filmek is valóságosnak tűnnek, mégsem azok. Ahhoz, hogy megértsd Pap Gábort, ahhoz több tudásra lenne szükséged, és talán 70 felé eléred. Igen, és talán, talán ez az egyetlen olyan érve, amit Pap Gábor előadásaira rá lehet húzni. Nem érted, de nem azért nem érted, mert rossz az előadás, nem azért nem érted, mert annak, amilyen hangzik, annak semmi értelme, nem azért nem érted, mert az előadó rébuszokban beszél, hanem azért nem érted, mert hülye vagy fiam. Talán majd 70 vagy 80 évesen, amikor elég bölcs leszel, akkor majd megérted. Pap Gábor azt mondaná erre, hogy egy materialista gondolkodó, akinek nincs Isten hite, szájára se vegye a témát. Itt a Szent Korona témájáról van szó. Hiába nézted meg a tízórás anyagát, nem értettél meg belőle sokat, és kiparodizálod azt, aki az egész életét ennek szentelt a kutatásainak, maradnék helyedben a paranormális videó elemzésénél, azzal jobban segítenéd a magyarokat. Szerintem ez is egy nagyon nagy probléma, hogy azt mondjuk, hogy Pap Gábor Pap Gábor szava azért is hiteles, és Papgábornak azért is van igaza, mert az egész életét ennek szentelte. Ez részben baj, mert nem az érvek, nem az elmondott mondatok, szavak, hanem, a, hanem az eltelt idő a bizonyíték. Attól, mert valaki az egész életében ezzel foglalkozott, attól az még nem garancia arra, hogy igaza is van. Nagy általánosságban valóban így működne ez, de nem száz százalékban. És Pap Gábor pont egy ilyen kivétel ez alól, és hamarosan meg is mutatom majd nektek, hogy, 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 itt miről van szó, és hogy miről beszélek. Szerintem Pap Gábor előadásai tökéletes példák arra, hogy hogyan lehet manipulálni egy, egy közönséget, hogyan lehet elhitetni a hozzámértő közönséggel azt, hogy márpedig pedig mindaz, amit mondasz, az igaz. Ha idegen fogalmak és sokak által nem ismert fogalmak összepárosulnak egy kicsit egy, nem is tudom, hogy fogalmazzak, egy, egy indulatosabb stílussal, akkor annak a, a, közönség, a közönségre nézve lehet manipuláló hatása. Előre szólok, hogy én ezt a videót egy reakció videó formájában terveztem. Úgy terveztem, hogy az elejétől a végéig nézzünk Pap Gábor előadásaiból részleteket, és én arra reflektálva elmondom, hogy én mit gondolok. Én egy egész hetet szenteltem Pap Gábor előadásainak a hallgatásával, a nézésével a könyveibe is beleolvastam, és utólag így már nagyon bánom azt az időt, amit, amit én erre, erre, fordítottam, mert egyáltalán nem, nem élveztem, bevallom őszintén. Nem egy Csefkó van szó, és ha még a végén kiderül, hogy Csefkó a legjobb előadó ebben a sorban. Hát nem egy Csefkó van szó, akinek, akinek a, a szavait könnyen meg lehet érteni. Itt rébuszokról van szó. Nehezen érthető, Mondatokról van szó, rébuszokról van szó. Pab Gábor előadásait talán az MLMS előadásokhoz tudnám hasonlítani. Beszélnek, 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 semmi konkrétum, és úgy állsz fel, hogy nem tudod, hogy miről volt szó. Meghallgattam egy három órás előadást, és úgy álltam fel a széktől, és úgy lett vége, hogy azt kérdeztem magamtól, hogy mi a francot hallgattam három órán át, mert ennek se eleje, se vége nem volt. Hihetetlen, hogy Pap Gábor tanár úr mennyire kimeríti a rébuszokban beszél fogalmat, egyszerűen hihetetlen, belekezd egy, egy témába, azt nem fejezi be, már egy másikkal folytatja, azt sem fejezi be, egy harmadikkal folytatja, feltesz egy kérdést, és azt hinnélt, hogy azért rakta fel ezt a kérdést, hogy majd ő megválaszolja, de nem, nem érkezik rá válasz azzal az indokkal, hogy megválaszolná ő, de ez most nagyon sokáig tartana, hogy mire ezt, ezt kifejteni, ezért be sem fejezi, majd ezek után belekezd egy másik, egy negyedik témába, és visszakérdez a közönségtől, hogy remélem, hogy érthető volt mindaz, amiről beszéltem. Nem, baromira nem volt érthető. És ez érződik egyébként a közönség részéről is, mert amikor a tanár úr feltesz egy kérdést, akkor, akkor vagy nem érkezik semmilyen válasz a közönség részéről, vagy olyan válasz érkezik, mint amire a tanár úr nem számít, és indulatosan felkérdezi a közönséget, hogy ennyire nem volt érthető mindaz, amiről beszélek. Akkor minek beszélek én itt, hogyha csak senki nem érti? Hát nem volt értelme, mert se eleje, se vége, és ez nem a közönség hibája. Annak érdekében, hogy a méltányos használat jogát azt ugye fenntartsuk, a videó linkje itt lesz a leírásban. Azért használtam ezt a felvételt, mert lehet, hogy ez a legfrissebb, talán ez a legfrissebb, meg Szecsei Miklós felvételei általában minőségben és hangban is rendben vannak, de egyébként bármelyik előadás felvételét használhattam volna, mert igazából mindegyikben ugyanaz hangzik el. Ugyanarról van szó szinte mindegyik előadásában, nagyon sokat véghallgattam, hogy hát, ha előfordul valami új információ, de nem szinte ugyanaz mindegyikben. Rengeteg Pap Gábor előadás van fent online formában. Egyetemeken, főiskolákon, rendezvényeken, nyílt napokon, könyvtárakban, rendezvényeken, magazinműsorokban, sőt, még a tévébe is hívják őt előadást tartani és interjúzni, és én, és én ezt nem értem. Vagyis értem, hogy miért, de most inkább nézzük is meg, hogy ti is értsétek. Az első és most már az eddig hallottaknak egyfajta összefogása, hogy tulajdonképpen tudjuk-e, hogy mi most hol tartunk? Mi, mint magyarok. Hol tartunk a világban? Mert ha ezt nem tudjuk most tisztázni, legalább néhány mondata, akkor, akkor nem tudjuk, hogy miből nézünk visszafelé, meg miből keressük az utat előrefelé. Figyeljétek meg azt, hogy bedobott egy kérést, ugye, hogy, hogy mi magyarok hol tartunk most a világban. Ez egy kérdés. És az is elhangzik, hogy ha ezt mi magyarok nem tudjuk tisztázni saját magunkban, akkor ott baj van, mert akkor azt jelenti, hogy el vagyunk veszve. És engedjétek már most meg, hogy belehúzzak egy kicsit az előadásba. Hát nem is egy kicsit, hanem közel négy percet ugyanis ugyanis, és nyugodtan nézzétek majd meg ezt, ezt az előadást, 16. perctől kezdődik ez a rész, hiába tekerek bele majd most négy percet, arra a kérdésre ez alatt a négy perc alatt sem kaptunk választ, hogy mi magyarok hol tartunk a világban. Na most, ha nem tudjuk úgy megfogalmazni a magyarságra vonatkozó ismereteinket, feladatainkat, vagy a helyzetünket, hogy abban rögtön benne legyen az, hogy az emberiségnek mivel tartozunk ezzel, akkor nem tudjuk tisztán megfogalmazni, vagy egyáltalán nem is látjuk tisztán, mit jelent magyarnak lenni. Na most ezt nagyon-nagyon pontosan kell látnunk, és nem arról van szó, hogy én most gazsulálni akarok EU-nak, hanem arról van szó, hogy mi, ha szellemi értelemben vesszük a magyarságot, tehát, hogy milyen szellemi tulajdonságok révén azonosítja a világ kezdettől fogva, mióta egyáltalán magyarról beszélnek, mindig a nyilas tulajdonságok irányából közelítik meg. Kaptunk-e esetleg arra Kérdésre választ, hogy hol tartunk mi magyarok a világban. Még mindig nem. Nem kaptunk még mindig erre választ. Zárójelben teszem egyébként hozzá, hogy, hogy az, az előadásnak az a címe, hogy mi dolgunk a világban, mármint magyaroknak mi dolgunk van magyaroknak a világban. És ugye a kérdés az úgy hangzott, hogy hol tartunk mi magyarok a világban. Zárójelben teszem hozzá, hogy ebben a három és fél órás előadásban erre a kérdésre egyszer sem kapunk konkrét választ. Három és fél óra alatt sem. Tehát ez azt jelenti, most persze azt mondom, hogy nyilas, mindenki fasisztákra gondol. Na most ezt felejtsük már el. Először is ilyen párt sem volt, hogy nyilas párt. Tehát még a párt útvonán sem jutunk ennyi. Nyilas keresztes párt volt. Ez volt a hivatalos nem Ilyen, hogy nyilas párt nem volt. Felejtsük el. De ezt is hamisan tanítják. Tehát ez azt jelenti, hogy itt a szagittárius, ha nagyon csillagképeket akarunk megnevezni, és azt mondjuk a hivatalos <coughs> csillagászati nevén, akkor nem nyilas mondjuk, hanem szagittárius. Ugyanarról beszélünk. De mondhatjuk íjásznak is. Mert akkor is telibe találjuk. De. Még mindig nem tudom azt, hogy hol tartunk mi magyarok a világban. Feldobott, feltett egy kérést, kedves tanár úr, és teljesen más dolgokról van szó de lehet, hogy csak velem van baj, mert konkrétumokat várok, és lehet, hogy ebben a témában nincsenek is konkrétumok. Na és a, a lényeg az, hogy ha ezt a vonalat, ami felé vezet, ezt az egyenest tovább meghosszabbítom, akkor előbb vagy utóbb, hát nem éppen előbb, inkább utóbb, hova jutok be? Saját tejútrendszerünk központjába. Tehát egyenes úton energia, ebből az energia gócból, ami a saját tejútrendszerünk központja, hát ami hozzánk képest, a következő nagyságrend, és ha erő egyáltalán itt a földi életet táplálhatja, az egyenes úton onnan jön be, de csak a keresztül. Ez azt jelenti, hogy nekünk szellemi értelemben olyan töltésünk van, ami kimeríthetetlen, és amit egy valaki nem is tudna hasznosítani. Miért? Mert úgy szétvágná, hogy megérdemli. Tehát ezt csak ikerpárban, de csak egymást segítő ikerpárban tudja hasznosítani a földi élet. Ezért van az, hogy amíg ennek a bizonyos nyilasnak, tudjuk ennek Nimrod az elnevezése a mi hagyományunkban, hogy ennek, ha az energiát szellemi értelemben kapott, folyamatosan kapott energiáját egyáltalán hasznosítani akarja az emberiség, akkor a minimum, hogy ketté osszza a feladatkört. Ez... Magaból indultam ki, és azért állítottam meg, mert szerintem most sokan elvesztették a fonalat. Több óra előadást kellett meghallgatnom ahhoz, hogy értsem azt, hogy itt a tanár úr mit akar mondani. Teszem hozzá, hogy először is értettem, csak nem gondoltam azt, hogy ő ezt komolyan gondolja. Először azt hittem, hogy, á, biztos, hogy csak én értelmezek valamit rosszul, magamat kezdtem el hibáztatni, mert ezt biztos, hogy nem gondolhatja valaki komolyan, biztos, hogy én értelmezem rosszul. De aztán később rájöttem, hogy nem. Először is jól gondoltam, csak nem hittem a saját fülemnek. Tehát ez most. Egy kazettás, egy festett kazettás mennyezetű templom van, ez egy Csengersimai Református templom. Ennek, a, amelyen az állatővi jegyeknek a jelei kifejtett módon, tehát növényi alakban vagy állat alakban, de nagyon jól fölismerhetően jelen, mind a 12. Ez volt az első olyan kazettásmennyezet, ahol ezeket elkezdtük a tanítványaimmal, tulajdonképpen az ő indításukra elemezni. Na most egyetlen olyan jegy, ez a nyilas, amelynek a jele átlóra íródik. Tehát nincs mivel összetéveszteni. Tehát ez alapkérdés. Hogy most ezt az átlótő hangsúlyozza, további, hogy mondjam, tudnivalókat rétegez erre rá, az már attól függ, hogy milyen fejlettségi fokú az illető közösség, illetve az, akit enged szóhoz jutni, mondjuk a festőasztalos akiket csak nem nagyon becsüljünk le, ezeket egyébként mennyezőmestereknek nevezték annak ideje. Tehát van leírás róluk. Tehát azért nem akárkik voltak ők. Na most azt jelenti, hogy miért fontos ez, hogy a nyilas az átlóra íródjék. És mindenütt, tehát ez az alapjel, a csillagászok is ezt használják. Tehát egy nézet keretben elindítja az átlót, itt egy kicsit keresztbe, tesz neki mindjárt az indulásnál, és a végén ad ez egy kis hegyet. Hogy azért tudjuk, hogy ez micsoda. Na most mai napig így használjuk. És csillogászok is. Tehát vigyázzatok, nem csak asztrológiai tájékoztatás. Na, és itt most mi az, ami miatt én egyáltalán ezt vetítem? Mert ebben most azonnal meg lehet mondani, hogy mi ma hol vagyunk. Abban a pillanatban még most ne hamarkodjuk el. Először is miről van szó? Meg lehetne azt mondani, hogy hol van a magyarság, de, de még nem. Ne hamarkodjuk el ezt ilyen hamar. Végül is csak az előadás. 50, 54. percében járok, tényleg a tizedik percben feltett kérdésre még mindig nem kaptunk választ. Nem akarom, hogy azt higgyétek, hogy én, hogy én most kitalálom majd a véleményemet, ezért ennek érdekében engedjétek meg, hogy legalább csak pár percet még lejátszak nektek ebből az előadásból, hogy aztán később fel, fel tudjam ezekre húzni a véleményemet, és ígérem, elmondom nektek, hogy itt majd miről lesz szó, és miről van szó de ezt, még, ezt, a pár percet, ezt a pár percet még kérlek hallgassátok végig és azután pedig, elmondom, hogy, hogy, hogy itt miről, miről, van, vagy volt szó. Ez egy olyan hát, együttes, most már térjünk a lényegre vissza, hogy tudni, vannak olyan időszakok, amikor én valóban tessék megnézni, elindul alul bal oldalról, és elindul növényként. Tehát egy növekedési tendenciaként. Na most nem tudom, mennyire esett szó, hogy nem akarok én ismételgetni ha én magyarul olvasok valamit, ezt nem, tudom másképp, ez egy magyar képírás, ezt olvasni kell. És magyar nyelvterületen, tehát itt idegen egyszerűen nincs jelen, még ma sem. <kül> Pedig most nagyon hígítanak bennünket, nem tudom, észrevették -e. Tehát a lényeg, az fognak még jobban is. Tehát a lényeg a következő, hogy elindul a növény, az azt jelenti, hogy növekedési tendencia. Magyar nyelvben a növény az a növevény szó összevont alakja. Ez nyelvészeti alapkérdés. Ezt az akadémikus is aláír. Tehát a lényeg az, hogy elindul egy növekedés, és utána kezd a világnak oldalirányba. Hát emlékszük, lerajzolt a levegőbe, maradsz. Tehát lerajzolt, van egy kis keresztirány. Megjelenik. Tehát ad azért azonnal is a világnak valamit. És az teremtő erő, tehát virág. Tudjuk, a virág meg a magyar nyelvben világot jelent. Tehát a fény által mi jelenített világot. Tehát itt nem virág, öndíszítés van, hanem a világnak a megjelenítése. Na, mindegy, megy tovább, és aztán eltűnik. Elindul, mint szkíta, és utána elkezdne. Na, ugye mondtam, hogy megszűnt a szkíta, nincs szkíta, akkor mit szkítászkodtak ti itten, idióták? Nem tudom, ismerjük -e ezt a szöveget. Persze, hogy megszűnik a te számodra, drágám. Miért? Mert nem való neked. Nem való neked. Most kapott egy oldalirányból, szintén növekedésre képest, tehát saját anyagból haló, nem idegen. Egy olyan védekezést, amin belül elindulhat a csendes befelé érlelődés. Ennek egyetlen kulcs szava, tudtok-e egymásért élni, vagy nem? Ha nem tudtok, nem vagytok méltók az újjászületésre. Ennyit erről. Foglaljuk össze, szerintem. Ha bárki értette azt, hogy itt miről volt szó, akkor hadd emeljem meg előtte a kalapom. Ugyanis ez egy nem egy könnyen érthető előadás, nem könnyen érthető mondatok, nem könnyen érthető szavak. A magyar nyelvvizsgát tenni akaró külföldieknek szerintem ez egy tökéletes feladat lenne a szövegértésre. Nem tudom, hogy hány, hányan tennének sikeres vizsgát ezek után. Ha külső szemlélőként nézzük, külsőleg nézzük, akkor azt gondolhatjuk, hogy hát itt komoly dolgokról van szó, és már, már magunkat okoljuk, és magunkat hibáztatjuk azért, hogy, hogy ezt nem értjük. Mi érezzük magunkat hülyének. Elmondom nektek egyszerűen, és nem diplomatikusan az előbb elhangzottakat, és már is teljesen más lesz az, az előbb elhangzott mondatoknak a megítélése. Arról volt szó az előbbi percekben, hogy Pap Gábor tanár úr véletlenül talált egy, egy, rajzot egy mennyezeten, egy, egy, templomban. Ezt a rajzot. Amit itt, amiről itt beszélt. És azt mondja, hogy ezek az emberek, akik ezt a, ezt a rajzot rajzolták, ők azért rajzolták ezt a rajzot így, meg úgy, mert ők látták, tudták a világnak a működését, és ezt egy rajzban mutatták meg a, a népnek, vagy egy, egy rajzban rajzolták fel a világnak a működését. A virág és a világszavunk az, az szerinte az ugyanaz, ezért ez a virágrajz, ez valójában a, a, világ működését ábrázolja. A szárszavunkat is csak egy vesző válasz el attól a szótól, amit, amit, sokan ismerünk, mégse ugyanazt jelenti. És ezt most lehet, hogy egy kicsit nehéz is lesz megérteni, ugyanis ez kőkemény belemagyarázás, és nincs mögötte semmilyen logika. Egyedül annyi, hogy mind a kettő szimbólum átlósan van. Azt mondja, hogy ez a, ez a, ez a rajz, amit itt láttok, ez hasonlít a nyilas csillagjegynek a szimbólumára, ezért ez ugyanazt akarja jelenteni. Magyarul a magyarok nyilas tulajdonságokkal rendelkeznek, valamint azt is mondja, hogy a tejútrendszerből érkező energia az a nyilas csillagjegyen, csillagképen keresztül érkezik a magyarokhoz. A nap energiájának a többszöröse érkezik a nyilas csillagképen keresztül közvetlen a magyarokhoz és mindezt egyetlen egy rajzból levezette, amit az egyik templom tetején talált meg. Nyugodtan nézzétek majd meg ezt az előadást. Itt még a további percekben arról beszél a tanár úr, hogy, hogy ez a virág így ugye ketté nyílik, és ugye ez azt ábrázolja, hogy a magyarság az két részre, két részre oszlik, és így kettő az valójában egy. Valamelyik előadásában egyébként még azt is fejtegette, de is ezt már nem találtam meg, pedig nagyon szorgosan kerestem, hogy ezt meg tudjam nektek mutatni, de nem az istenire se találtam meg. Valamelyik előadásában azt is mondta, hogy talált egy hasonló rajzot az egyik templom tetején, mint a Yingyang és ebből ő levezette azt, hogy a ying yangot a kínaiak lopták a magyaroktól. Szóval egészen döbbenetesen fontos. És annyira pontos, hogy az ember csak makarja a fejét, hogy honnan tudhattad? Hát honnan? Az apámtól, ő az ő apjától, meg az ő apjától. És már a 28. námászkítáknál vagyunk. Csak hogy, hogy érthető legyen, ezt nem lehet. Itt nem az a kérdés, hogy honnan tudta, hanem hogy felejthette volna el. Ez a kérdés. És ott van a nagy gond, hogy erre az adjuk neki a lehetőséget állandóan, hogy elfelejtesse. Há. Hát igen. Ezért is nagyon fontos a kritikus gondolkodás minden ember számára. Itt Pap Gábor tanár úr felállított egy elméletet, hogy a, magyar ez, hogy a magyar az egy ősi nép, és hogy a magyarokhoz érkezik a csillagrendszerből, a tejút rendszer közepéből egy energia a magyarokhoz, és ezért próbálnak bennünket, magyarokat higítani. Ez szó szerint elhangzott a szájából, hogy higítani akarnak bennünket, és fognak még jobban is higítani bennünket azért, hogy, hogy ez az energiánk, ami, ami a tejút rendszerből érkezik hozzánk, ez az energiánk, ez elveszem, mert hát annyira félelmetes nagy energiánk van mi bennünk, nekünk magyaroknak. És ehhez a felállított elméletéhez talál különböző rajzokat egyes templomokban a világ minden tájáról, magyar, inkább magyar rakta területekről, és talál rajzokat, és abba belemagyarázza a világ, az univerzum működését is, és mindenféle apróságot, és ezért nem értem, hogy ezt valaki hogy gondolhatja komolyan, és valakik hogy ülhetnek ott az előadás közben, és hallgathatják ezt a, ezt a belemagyarázást, semmi, semmi alapja nincs, semmilyen logikai alapja nincsenek az egésznek, és valakik mégis ülnek, és hallgatják, és, és lehet, hogy ők sem értik, hogy miről van szó. Ha keresem a Néprajzi Múzeumban, először is hova rakták a Néprajzi Múzeumot? Föld alá. Olyan körülmények köztem, hogy az elképeszt. Szóval ennél rosszabbat építészetben nem lehet de elvileg sem És tényleg szabás a föld alá van üzve a nép, népi műveltség, a teljesség. Tudjuk, hogy miről beszélek. Láttuk az épületet mondom. Ez elképesztő. Szóval ennyire nyíltan azért, na elnézést, de az arcunkban nem vágták, hogy gyűlölnek bennünket, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne juthassunk el a saját műveltségünké. Ez most végre egy tiszta beszéd igen, tudjuk, innentől meg végképp bizonyítani is tudjuk. Igen, ennyire gyűlöltek. Erről beszéltem. Pap Gábor szerint Budapesten a Városligetben azért építették a Néprajzi Múzeumot részben a föld alá, mert a nagyhatalom ezzel akarta megüzenni a magyaroknak, hogy mi titeket, magyarokat utálunk és gyűlölünk. És ehhez nem is tudok igazából már mit hozzáfűzni, a tanár úrnak van egy elmélet, és ezt próbálja mindenfajta hülyességgel bizonyítani és alátámasztani. El akarják nyomni a magyarokat, mert a néprajzi múzeumot egy picit a földbe besűjeszte építették. Hát biztos, hogy igen. Tudja, hogy ez volt a céljuk. Tehát a következőről van szó. Adva van ez a két alak, az aláírást pedig mindig így kapjuk, ha kapjuk, hogy verekedő, verekedő betyárok. De soha másképp Verekednek ezek nem baj, ha ők így látják. Egyfolytában mit kapunk a magyarságról, hogy ezek nem tudnak egyetérteni, állandóan veszekednek, egy frászt. Ezek veszekednek? Nem. Eszünkbe sincs. De ott van a lábuknál a puska, és ott van a fejük fölött a kanázmalta. Mert ez a... Tele vannak harci eszközökkel, de... És bár ezek támadó fegyverek, mind a kettő, de úgy tudja elrendezni, hogy ebből egy szembenézetű Hát, remélem, hogy le tudjuk olvasni. Szentély. Ez egy Szentélynek a bejárata. Pontosan. És így tudunk bejutni a Szentélybe. Most mi itt a Szentély? A kettőnk közötti kapcsolat. Miért? Mert ha ez nem megfelelő, nem tud benne megjelenni az, ami semmi másképp nem tud megjelenni. Csak így. Ez az egy perc a tökéletes példája volt annak, hogy hogyan adjuk el a semmit. És nem akarom én ezzel a tanárulat, egy, egy többszörösen diplomás embert ezzel, én nem akarok megbántani, viszont viszont ez a belemagyarázás magas iskolája volt, és ezt tanítani kellene. Hihetetlen és fel sem fogom, hogy hogyan lehet egyetlen egy képbe belelátni a magyarság sorsát, a magyarok tulajdonságait, és mindenféle nagyhatalmi összeesküvést. Itt arról beszél a tanár úr, hogy ezek nem verekedő betyárok, hiába van a kezükben a balta és a puska, ezek nem verekednek. Úgy látszik, hogy verekednek, de nem verekednek. A puska és a balta elhelyezkedése az egy szentélyt ábrázol, ahová be kell jutnunk kettőnknek, de ez már tényleg a rébuszokban beszélés főiskolája, ezt tényleg tanítani kellene. Se eleje, se vége. És így tudunk bejutni a szentélyben. Most mi itt a szentély? A kettőnk közötti kapcsolat. Miért? Mert ha ez nem megfelelő, nem tud benne megjelenni az, ami semmi másképp nem tud megjelenni, csak így és így tudunk bejutni a szentében. Most mi itt a szenté? A kettőnk közötti kapcsolat. Miért? Mert ha ez nem megfelelő, nem tud benne megjelenni az, ami semmi másképp nem tud megjelenni. Csak így. Így tudunk bejutni a szentében. Most mi itt a szenté? A kettőnk közötti kapcsolat. Miért? Mert ha ez nem megfelelő, nem tud benne megjelenni az, ami semmi másképp nem tud megjelenni. Csak így. Így tudunk bejutni a szentében. Most mi itt a szenté? kettőn közötti kapcsolat. Miért? Mert ha ez nem megfelelő, nem tud benne megjelenni az, ami semmi másképp nem tud megjelenni, csak így. A, kettők közö a kettőnk közötti kapcsolat a szenté, mert ha ez nem megfelelő, akkor nem tud benne megjelenni az, ami, ami semmi más, hogy nem tud megjelenni, csak így. Hát, ha vagy 8 szóra sikerül megértenem. Így tudunk bejutni a szentébe, most mi itt a szenté? A kettőnk közötti kapcsolat. Miért? Mert ha ez nem megfelelő, nem tud benne megjelenni az, ami semmi másképp nem tud megjelenni, csak így. Ezt, eskü ezt esküszöm, tanítani kellene. De komolyan. Ezt a tulajdonságot én is tudnám alkalmazni és hasznosítani az élet egyes területein. Jó lenne az, hogyha úgy tudnék beszélni valamiről, hogy közben nem mondok semmit. De szerintem nekem, nekem ez nem menne soha. Nem így működik az agyam. És persze, hogy az emberek hülyének érzik magukat, mert a magyar mondatokat, a magyar szavakat hallanak. És egyszerűen nem értik, hogy ezt miért nem értik, és magukat kezdik el okolni. Annak idején, ha amikor átvitték a, a Nemzeti Múzeumból a parlamentbe a Szent Koronát, nem tudom, figyelték-e, hogy kezdettől fogva, már amikor kijelölték a helyét, hogy hova tegyék a parlamentbe, már akkor figyelmeztették azok, akiknek volt egy ilyen tisztánlátó képességük, a... a kormányzatban akkor éppen felelős embereket, hogy ne oda tegyék. Már maga a parlament az elképzelhető legrosszabb helyre települt Budapest, akkor még nem, nem akkor már Budapest területén. Tehát azt jelenti, hogy ez úgynevezett feng tehát ami a, a, föld energiáknak a eloszlásával foglalkozik, és hogy ezeket hogy lehet tompítani, vagy erősíteni, vagy rá ráhelyezni épületeket, esetleg nagyobb létesítményeket. Tehát ez a legrosszabb miért? Hát azért, mert ez tulajdonképpen egy vízfelületre települt rá. Tehát ezt nem tudom tudjuk-e, hogy ez egy ilyen betonteknőn van. Miért? Hát azért, mert hát ez az elképzelhető legrosszabb. Na most, tehát ön maga a, a parlament is. Mióta ez a parlament működik, azóta a magyarság így megy lefelé. Szó szerint. Tehát ez, ez most megint nem olyan, hogy csak a shui miatt, de egy biztos, hogy ez nem segített ellene Igen. annak, hogy lefelé menj, Igen. hanem rásegített. Igen. Pap Gábor tanár úr egyik kedvenc témája, és az előadásainak a 90 a az erről szól. Az asztrológiából levezetett magyar sorselemzés. Ő úgy gondolja, hogy a hatalmi elit azért nem foglalkozik az asztrológiával, azért van elnyomva a mai világban az asztrológia, és azért sem szeretik, a hatalmi elit azért sem szereti, amikor a tanár úr asztrológiával foglalkozik, mert itt nincs melléveszélés, itt nem lehet hazudni. Pontosan lehet látni a csillagok állásában a magyarok sorsát, a magyarok feladatát, és ezt már az őseink is tudták, hisz ott vannak ezek a rajzok, a templomoknak a mennyezetén. Amelyek, és ezek a rajzok annyira pontosak. Szóval egészen döbbenetesen fontos. És annyira pontos, hogy az ember csak vakarja a fejét. Hogy honnan tudhattátok? Hát honnan? Az apámtól, ő, az ő apjától, ő, az ő apjától. És már a 28. Namászkidáknál vagyunk. Annyira pontosak ezek a rajzok, hogy az ember csak vakarja a fejét. Hogy ezt honnan tudhattátok? Miközben lehet, hogy ez a valaki, aki ezt a rajzot festette, vagy rajzolta, semmit nem gondolt, miközben ezt rajzolta vagy festette. Egyszerűen csak azt gondolta, hogy hát akkor rakjunk ide most egy virágot, így néz ki, válasszuk ketté, kicsit díszítsük ki, de hát Pap Gábor ebbe is belelátja az univerzum működését, ezt hívjuk belemagyarázásnak. Pap Gábor tanár úr engem valamilyen szinten Varga Gézára is emlékeztet, aki, aki mármint Varga Géza ugyanúgy hasonló érvelési rendszerrel és módszerrel levezette azt, hogy a magyar írás, az miért magyar hieroglifírás, és hogy a fárók miért voltak magyarok. Pap Gábor rámlékeztet, és nagyon sok hasonlóságot vélek felfedezni kettejük között, viszont az a különbség, hogy vargagézát Gézát senki sem jutalmazta életműdíjjal. A Magyar Művészeti Akadémia Varga Gézát nem jutalmazták életműdíjjal, viszont Pap Gábort már igen és ezt nagyon nehéz megértenem. Pap Gábor tanár úr olyan rejtett összefüggéseket lát meg és fedez fel itt egy freskóban, ott egy rajzban, egy festményben, amelyek valamiért mindig azt ábrázolják, hogy a magyarok miért többek mindenki másnál a világon. Pedig ezek csak egyszerű rajzok, ami, aminek semmi mögöttes tartalma nincs, hogyha, hogyha, ide raknának most nekem egy lepedőt, amin, amin valami ilyen forma vagy minta bele lenne hímezve, akkor abból én is bármit le tudok vezetni, mert ott ferítem el a valóságot, ahol csak akarom, a virág az valójában a világot jelenti, és már az egésznek az alapja, nem, nem állja meg a helyét. Szerintem azért is vevőek sokan ezekre a gondolatokra, bár azt nem értem, hogy az, hogy az egyetemeknek erre, erre mi szüksége van. Szóval azért is vevőek erre, mert, mert így Juliska néni István bácsi megkapja, megkapja azt a titkot, amit ők titoknak gondolnak. Megkapják azt a titkot, amivel ők egy felső brétekhez hihetik magukat, egy, azt hihetik, hogy ők egy felső brétekhez tartoznak, mert megismerték, Pap Gábor tanár úrtól ezeket a titkokat. Így ők most már ezekkel a titkokkal azt hiszik, hogy egy elit réteghez tartoznak, és így ők most már tudják, hogy magyarként mi céljuk van a világon. Bár erre még mindig nem kaptunk választ ebben az előadásban, de de biztos, hogy valamit oda, oda, tudnak képzelni. Bevallom, hogy nagyon nehéz megfogalmaznom számotokra ezeket a gondolataimat, mert olyan apróságokon csúszik el a valóságok, valóság és a fikció, hogy, hogy ez már-már már szinte észrevehetetlen és Pap Gábor tanár úr erre épít. Lehet, hogy hatalmas nagy tudása, lexikális tudása van a tanár úrnak, és hat hangsúlyozom ki, hogy nem akarok én ezzel, nem akarom én ezzel őt megbántani, nem akarok én vele tiszteletlen lenni. Viszont amire sajnos Pap Gábor tanár úr az egész életét feltette, az sajnos nem igaz. És ezért sem ismerik el komolyabb körökben, mert nagyon könnyen megcáfolhatóak az, az érvei és a magyarázatai. Ezzel a videóval én egyrészt csak azt akartam mondani, csak mert azt látom, hogy nagyon sokan úgy tekintenek Pap Gáborra, mint arra az emberre, akinek mérhetetlen nagy tudása van, hihetetlen nagy tudása van a magyarságról, a világunkról, az univerzum működéséről és minden másról. Hiába hangzik el az előadások közben nagyon sokszor, hogy hát már pedig ezek tények, ezek bizonyítékok, ezek sajnos nem azok, de tudom, hogy mindenkinek más jelent a tény és a bizonyíték fogalma. Lélekgyógyító előadás. Bingo! Na végre! Már régen arra várok, hogy meghívják ezt a nagyszerű embert és tanítót, Pap Gábor tanár urat ebbe a műsorba. Köszönöm sok-sok felkiáltó jellel. Isten áldja, óvja, tartsa még sokáig közöttünk Pap Gábor tanár urat. Érezzük, sok emberhez nem jutott még el a tanítása, pedig létünk a tét. Kb. 2000 óta hallgatjuk a tanításait, még úgy is, hogy nem mindig értettük. A tiszta forrás nagy ereje, hogy egyszer csak meghozza a gyümölcsét, így soha ne adja fel senki. Hálás köszönet ezért a rendkívüli lehetőségért. Pont erről beszéltem, az emberek magukat okolják azért, amiért nem értik azt, hogy miről van szó. És azt hiszik, hogy ez azért van, és azért nem értik, mert olyan nagy tudást kapnak, hogy ezt lehetetlen feldolgozni egy nap alatt hogy ezt több évig kell hallgatni, mire sikerül feldolgozni, olyan nagymértékű tudásról van szó. Eszükbe sem jut, hogy talán az előadással van a baj. Magukban keresik a problémát. Végre az egyik leghitelesebb ember, akit valaha hallottam, köszönöm Isten áldja, tanár úr. Mióta Pap Gábor videóit hallgatom, érzem magam magyarnak. Ő az, aki a legjobban tudja a tudásával ébreszteni a magyarságot, megismertetni velünk azt, amit eltakartak előlünk, vagy nem vettük észre hiányos ismereteink miatt. Nem tudok mást írni, mint hálás köszönetemet kifejezni, mert számomra Pap Gábor az egyetlen és a hiteles tanító. Köszönöm, tudományos előadás. Tudományos előadás. Ilyenkor bevallom, hogy egy picit el is bizonytalanodom, mert nem hiszem el, hogy nincs egyetlen egy negatív vélemény sem ez alatt az előadás alatt. Én látok valamit ennyire rosszul, vagy, vagy mi az, amit, amit ennyire én látom rosszul, vagy ők látják rosszul? Találtam is egy kommentet a száz közül, és nagyon aránytalan a, a negatív véleményeknek a száma. Szóval teljesen pozitív volt a fogadtatása ennek az előadásnak. És ez a komment az úgy szól, a száz közül az egyik, csak az, el, csak az egyik vélemény, ami, ami így szól. Értette valaki papgábor Gábor előadását? Én nagyon kevés összefüggést tettem fel a mondani valójában. És erre jön az ellenvélemény, amit majd szintén ugyanis, ugyaní ugyanígy én is meg fogok majd kapni ezen videó alatt. Hallgassd meg még egyszer, hiddel megéri, hát ha akkor jobban megérted. Én is régóta hallgatom az előadásait, és elejében csak úgy kb. a felét értettem, de akkor is éreztem, hogy egy minőségi tudást kapok. Ma már újra hallgattam őket, és most már mindent értek. Nagy mulasztást lett volna kihagyni az életemből. Nem is tudjuk felfogni, és szerintem ő sem, hogy mennyit jelent nekünk a munkája, és mennyi, mennyi mindent köszönhetünk neki. Minőségi tudást kapok de erre is érkezett egy válasz. Hidd el, nem most hallgatom először, össze-vissza beszél. Kis Mautont élmény volt hallgatni, ő érthető, mert tudja, mit akar mondani, és rendszerezettek a gondolatai. Pap Gábor örökké rébuszokban akar közölni, aztán ezzel nem mond semmit. Mert hát ez, ez, mintha én mondtam volna. Pontosan. Én kb. 15 éve hallgatom, kellett rá ennyi idő, hogy most már megértsem. Szerintem szánd rá az időt, megéri. Hát azért 15 évet én, én nem szánok rá. Több előadást is meg kell hallgatni újra meg újra, újra meg újra, mert sokszor hivatkozik már ismert tételekre. 15 év kell, mire az ember megérti, hogy mit akar pap Gábor egy előadásában mondani olyan nagymértékű és olyan magas szintű ez a tudás. Szóval, hogyha esetleg nem érted azt, hogy miről van szó egy, egy előadás alatt, akkor az nem azért van, mert nincs értelme, vagy nem azért van, mert rossz az előadás, hanem azért, mert már nem, hallgat, mert nem hallgatod, vagy tíz éve. Tíz évet kell hallgatni ahhoz, hogy értsd, hogy Pap Gábor mit akar neked mondani. Újra és újra előjön belőlem az a gondolat, és muszáj, hogy újra elmondjam, hogy szerintem Pap Gábor tanár úr önmagát csapja be azzal, amikor ezeket az elméleteit hangoztatja, egyszerűen csak egy oldalra fókuszál, csak azokat hangoztatja, amelyek csak, az, csak azt az oldalt hangoztatja, amely megerősíti a, a, az, az ő elméleteit. Olyan ez, mint amikor egy vitában nem vagyunk hajlandóak meghallgatni egy egy másik ember véleményét, azért, mert már előre tudjuk, hogy az úgyse igaz, mert előre tudjuk, hogy az, hogy az hülyeség. Pap Gábor nem akarja megismerni ezeket az ellenvéleményeket, mert azok mindig a hatalmi elittől származnak, akik valamilyen úton, módon, valamiért el akarják nyomni a magyarokat. Egyébként erre van egy fogalom, kinek hogy tetszik, megör megerősítési torzítás vagy torzított információkeresés. Ez a, ez a fogalom tökéletesen leírja ezt a papgábor jelenséget. Én nem azt akartam ezzel a videóval elérni, hogy most ezzel papgábor tanár úr megnézze ezt a videót és megváltozzon. Ő úgysem fog már megváltozni erről szól az egész élete. Saját magát hazudtolná, hazudtolná meg, hogyha most megváltozna, az egója sem engedné, ő már úgy sem fog megváltozni, ez a videó ez nem neki szól. Ezzel a videóval én csak azt akartam nektek mondani, és azt akartam nektek mutatni, tudom, hogy nagyon sok fiatal nézőm is van, hogy nagyon, hogy, hogy nagyon fontos a kritikus gondolkodás. Attól, mert valaki diplomatikusan idegen szavakat használva beszél, okosan beszél, Attól még nem biztos, hogy igaza van. És sajnos igen, attól, mert valakit egy életmű díjjal jutalmaztak, attól még lehetnek nagyon durva, de inkább a durva szó helyett inkább az eltérő szót használom, attól még lehetnek nagyon eltérő gondolatai, egy életműdi nem garancia arra, hogy az, amit hallasz, az úgy is van. És talán ennyi elég is, és nyugodtan nézzétek meg Papp Gábor előadásait. Nagyon sok ilyen előadása van, több tízezren hallgatják őt nap, mint nap, és veszik a könyveit, és hogy csak az egyik kommentben és hozzászólásban fogalmaztak, az ő minőségi tudása miatt veszik ezeket a könyveket. Nem akarom ismételni önmagam, az egész videóban már szerintem hosszasan is elmondtam a, elmondtam a véleményemet, hogyha esetleg bárki a közeljövőben találkozik Papp Gáborral, akár online formában, vagy személyesen is, akkor azt kell róla tudni, tudnia, hogy hát nagyon torzítva látja a valóságot. Már-már egy másik valóságban is él, és ez vezet az elrugaszkodott áltudományos gondolataihoz. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ezek a gondolatok még valamilyen szinten bennem voltak a múltkori Szent Koronáról készült videóm után. Úgy éreztem, hogy erről még beszélnem kell nektek egy videóban, és azt is gondoltam, hogy Pap Gábor varame, valamennyire beleillik a, a Csefkú, Tomás és a Varga Géza által vezetett sorba, sőt, nagyon is beleillik ebbe a sorba, ezért is készült róla most el ez a videó. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, írjátok meg, ne felejtsétek el leírni a kommentekben azt, hogy a hozzászólásokban azt, hogy ti mit gondoltok a témában, és esetleg mit látok, mit látok én rosszul, és tudom, hogy ezért a videóért is kapni fogom bőven az ívet, de, és tisztában vagyok vele, de hát már mondhatom azt, hogy talán már megszoktam. Minden magyar téma nagyon érzékeny ilyen szempontból. Írjátok meg, hogy mit gondoltok és találkozunk legközelebb. Sziasztok!